Úgy érzem, hogy olyan jellegű összeomlás, mint ami az Újpest ellen történt, az remélem, hogy csak egyszeri a szezon során, eddig nem is fordult elő szerencsére, hogy ilyen sok gólt ilyen rövid idő alatt kapjunk. Azt gondolom, hogy az első két harmad nagyon jól játszottunk, jó teljesítményt nyújtottunk. Elég sok gólos mérkőzés volt, azt gondolom, és hát az ötödik-hatodik gól után tényleg volt egy rövid zárlatunk, amit kielmeztünk az edzővel, és gondolkoztunk, és több pontunk azon, hogy tudjuk ezt majd kijavítani a következő meccsre. Fizikálisan úgy érzem, hogy rendben vagyunk, azzal nincs probléma. Az, hogy tényleg ennyi gólt ennyi idő alatt kapni, az ott mentális tényezők vannak. Tulajdonképpen bármit csinálhattunk volna, meg bármit is csináltunk, abból az ellenfél gólt lőtt. Tényleg küzdöttünk, mentünk, próbáltuk csinálni, lehet, hogy egy kicsit át is estünk ezzel a ló túloldalára, ezért lehetett annyi kiállítás ellenünk, amikből aztán szintén gólt kaptunk. Meg kell tanulni kiegyensúlyozottnak lenni. Az, hogy egy ilyen hullámvölgybe bele tudtunk esni, az azt jelenti, hogy még mindenkinek nagyon sok tanulnivalója van és fejlődnivalója van ebben a szezon során, meg úgy a jégkorongos pályafutása során is, mert mondom, nem szabad átesni a ló túloldalára, kiegyensúlyozott hokit kell hozni. Fölfele mentünk akkor, amikor átvettük a vezetést, és onnan egy nagyot zuhantunk. Az abban ugyanolyan, mint az előző két-három szezonjában, azt gondolom. Nagyon jó játékos állományuk van, nagyon szép gólokat tudnak lőni, és a kereszt hosszú passzokat, illetve a semleges harmadban látványos szép hokit játszanak. Azt gondolom, hogy 60 perces full fókusszal és korcsolyázással és jó letámadásokkal és sok kapura lövéssel meg tudjuk őket verni. Kiemelném a 60 perces fókusz, illetve a mentális stabilitást. Ellenük úgy érzem azért megy a hoki, mert egy kicsit nyugodtabban tudunk játszani, mint a többi csapat ellen. Tudjuk diktálni a tempót, a mérkőzés túlnyomó részében nálunk van a korong, mi a hosszú forgatásokat, azokat mi végezzük, gólszerzési lehetőségük több szokott lenni, és ahogy mondtad, egy ilyen harmad volt Győrben a legutolsó mérkőzésen, amikor ott is szintén a túlzott akarásból történő támadó harmadbeli kiállítások bosszulták meg önmagukat, és amíg olyan veszélyes légiósai vannak az ellenfélnek, mint a Dunói Városnak, az ellen nem elég keményen játszani, hanem nagyon okosan is kell. És úgy érzem, hogy amilyen csapatunk nekünk van, fel tudjuk venni bárkivel a kesztyűt, mint ahogy ez történt a Brassó ellen is a legutolsó két mérkőzésen. Nagyon sokáig teljesen paliba voltunk. Ellentétben például az első mérkőzéssel ellenük. Úgy érzem, hogy a Dunói Város ellen is ez lesz a kulcs, hogy ne csak keményen, hanem határozottan és okosan játszunk. Mindkét csapat játékosai átérzi, úgymond ez egy 6 pontos rangadó a megyei rangadón kívül, hiszen a 3 ponttal le tudjuk úgymond ragasztani magunkról a dabot. Minden összecsapásra külön felkészítjük a srácokat, megkapják az instrukciókat, amivel a legkönnyebb dolguk van ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Megyei rangadó, ami mindkét félnek, mint tudjuk, mindig presztízs csata, és mivel közvetlen rivális a rájátszásért való pozícióhoz, ezért szerintem élet-halál mérkőzés lesz mindkét csapat részéről, mert mind a ketten be akarunk jutni a rájátszásba, én abban biztos vagyok, hogy ők is, abban még biztosabb, hogy mi is. Ezért egy nagyon feszes mérkőzést várok, ami tényleg egy jó kemény harc lesz.